Sziasztok! Ebben az adásban vendégem Tóth László, a Nemzeti Versenysportszövetség elnökségi tagja, az Oktatási Bizottság elnöke. Vele a Puskás Arénában megrendezett Tipmix Pro Magyar Esport Fesztiválon találkoztunk először. Beszélgettünk, és olyan szenvedéllyel beszélt a digitális sportról, az e-sportról és a tradicionális sportokról, hogy egyszerűen muszáj volt meghívjam a saját adásomba is. A nézőknek annyit áruljunk el, hogy nem ez az első találkozásunk, és összetegeződtünk, úgyhogy bár édesapám lehetnél, köszönöm szépen egyébként, hogy ezt felajánlottad, úgyhogy sziasztok, hát Lászlóval mi tegeződve fogunk beszélgetni. Szervusztok, szia! És hát ugye mi az e-sport kapcsán találkoztunk, de én először, még mielőtt rátérünk az e-sportra, illetve a digitális sportra kifejezetten, azelőtt a te sporttal kapcsolatos személyes élményeidre vagyok kíváncsi, mert azért te a tradicionális sportok oldaláról jössz. Igen. Jól mondom, ugye? Mert igen, tökéletesen. Sokszor azt mondtam, hogy hagyományos sportok, de tradicionális. Tradicionális sportok, tökéletes a megfogalmazás. Miatt belekezdenék a beszélgetésbe, azt gondolom, hogy kellő védőtávolság van. Én most indítványozzám azt, hogy ezt a maszkot vegyük le. Jó. Így talán kellemesebb lesz, úgyhogy betartjuk egyébként a Covid előírásokat. És azért szeretnénk, szerintem mondhatom a nevedben, szeretnénk arra sarkalni a nézőket, hallgatókat, hogy ne felejtsétek el a maszkviselést, és mindig legyen nálatok, amikor olyan a szituáció, akkor húzzuk fel, vigyázzunk egymásra. Így van, és a kellő távolságot és a higiéniát ezt tartsuk be. Válaszolva a kérdésedre, hát én kézlabdával találkoztam életemben. Először sportiskolába kerültem, de nem azonnal, harmadikos koromban picit tömzsi voltam, és édesapám és édesanyám azt mondta, hogy hát ennek a gyereknek valamit kéne csinálni. Jó lenne, hogyha ha valami sporttal foglalkozna, hogy ne hízzon el. És így a Hassóc Ajátás iskolába átirattak tehát abban az iskolában a területileg tartoztam, átirattak, ott kézlabda, tehát egy sportosztályba kerültem. Milyen pozíció? Hát az egy kiemelt osztály, ahol csak fiúk voltak, tehát az önmagában egy különleges volt, és mindenki sportolt valamit, és ugye kézlabdásnak mentem, és ott kerültem kapcsolatba kézlabdával. Ennek nagyon sok előnyei vannak, egyébként a Budapesti Honvédnek a sportiskolája volt a Kassó-Szenátus iskola. Nagyon sok előnye volt, mert tripla-dupla-tripla mozgás volt, meg volt a hagyományos testnevelési óra, utána még emelt szinten még plusz egy testnevelési óra, és délutánonként pedig a kézlabda edzések. Tehát e tekintetbe véve kézlabda egy olyan alapszerelem, ami az egész sporttal való viszonyomat az meghatározta. Innen indult minden, és ez nagyon hosszú ideig, ez végig vezetett. Igen, csak hogy ez ugye a te tradicionális sporttal kapcsolatos történeted, igen, és így indult a tradicionális sporttal való ismerkedésed, viszont mi ugye a digitális sport kapcsán találkoztunk, akkor a számítógépes világ az hogy jött az életedbe? Nagyon érdekes ennek is a története, két részből áll az egész ügy, nagyon röviden. Az első ügy, még a 90-es évek elején, amikor elkezdődött az informatika, megjelent az informatikai eszközök, számítógépek, tehát már az első Windows-okat lehetett PC-ként megvásárolni, és ott lehetett házilag futtatni programokat. Természetesen akkor már családos voltam, gyermekem volt, és hát gyermekem együtt én is, ugye ezzel együtt fejlődtük a játékok használatát. Igen, de az egy új világ, az egy ismeretlen világ. Te ebbe bemersz ugrani? Hogyne. Minden olyan dolog, ami új, a számomra kihívás, és azt meg kell ismerni. Egyszerűen egy életem van, gyakorlatilag miért ne. Tehát meg kell nézni, engem vonzanak ezek a dolgok, hogy működik, mit lehet ebből csinálni, hova lehet eljutni. Ezek kihívások. A számítás technikával való ismerkedés az szükségszerű volt, mert a vállalkozás, amit vittem, ahhoz már az informatikai fejlesztések alapszinten szükségesek voltak, irodatechnika, stb. És ennek értelemszerűen jött a hozadék a játék, amit ugye a gyerek, na akkor ismerkedjünk meg, akkor én is játszottam, és hát kialakultak azok a játékok, még ugye CD-n, tehát még hálózat, még sehol nem volt, tehát nagyon messze voltunk, és hát ugye a CD-s játékok tömegei, és akkor
mondhatom, ugye már ismert klasszikusok, ugye már az első körben ugye a pifák voltak, tehát a kilobájt az szórta, ebből élt, egy igen. nagyon komoly játék, tehát szoftveres játék forgalmazó cég. Tényleg nem akarok itt, mert bennem lett sportszimulátor játékok voltak az alapok, amiket nagyon szerettünk, de együtt, tehát NBA, NHL, golf, sakk, FIFA, ezek voltak a standardek, későbbiek folyamán a stratégia játékok, akkor a Command & Conquer, a Red Alert 2, ez a végig, és hát ugye jöttek a stratégiai játékok, tehát az építő stratégiai játékok, SimCity 2005, és utána nekem az egyik legkedvesebb, és ennek az öt hibrid magyar, nekem a best of volt, az az Imperium Galactica. Azt, ezt nem gondoltam, hogy ezt tőled hallom az Imperium Galactica, szerintem az mindent ötvözött, az egy nagyon, nagyon szépen megcsinált, egyszerűen jó játék volt, nem tudom, hogy hova, nem tudtam már követni, hogy hova jutott és meddig jutott, de szerintem akik szeretik ezt az egész történetet, ezt a csillagközi részt, ezt próbálják meg, nézzék ki, és szerintem meg fognak lepődni, hogy mai fejjel is az még mindig megállja a helyét, egy mind látványvilágában, mind játék szervezésében, tartalmában, élményében szerintem az egy akkor egy olyan szenzációs volt, hogyha az Amerikában készül, akkor az egy olyan világszám, hogy mint a Star Wars. Igen, de még azért így is szép utat így futott. Így is szép utat futott be, csak ugye mindig, igen. ahol vagyunk, az determinál minket ebben az értelemben. Igen, igen. És akkor ez a kettő összefutott nálad. Hát megint azt mondom, hogy szedjük szét, mert itt már a következő szinte egy nagy ugrás, nagy időtáv, és egy nagyon, és szeretnék objektív maradni, és a valóságnak megfelelően. 2017-ben a Nemzeti Versenysport Szövetség főtitkára volt, aki különböző kapcsolatok révén, Bóné Zoli, nagyon lelkesen befutott abba, hogy akkor itt szerveződik a játékpiacon egy e-sport szövetség, és az e-sport Milla Egyesület tehát bemutatta a sportágat, és szerveztünk a 2017-ben egy e-sport konferenciát. Ez az első e-sport konferencia volt Magyarországon Budapesten, a Kempinski Hotelben, és bizony akkor igazából akkor egy feleszmérés történt bennem, hogy elfutott, tehát kifutott alólam egy csomó idő, és ebben a területen nem vettem észre, hogy ez a terület nagyon-nagyon komolyan fejlődött, és már ezt igazából versenyszintre formálódott. És akkor volt az, hogy hoppá, akkor ha már verseny, meg sport, akkor az nekem csont, tehát arra vetődtem, és na, akkor nézzük meg, hogy működik, hogy állnak belőle hazai szinten, nemzetközi szinten, és akkor lettem észre, hogy hát vannak még lukak a történetben, van egy nagyon lelkes magyar mag, akiket ismerek, ez a Hunesz, ők szervezik ezt az egész történetet, V4 első konferenciát és a versenyét szervezték. Na akkor V4 konferencián, azt már fölmértem, ugye hál' Istennek abban az időszakban, tehát már 2017-ben is az informatika és az internetvilága az már kellően kifejlődött ahhoz, hogy komolyan nemzetközi szinten is minden területen után lehetett nézni, tehát rá tudtam keresni arra, hogy néz ki ez a rendszer, milyen átérszervezett hazai szinten, nemzetközi szinten, európai világszinten. Láttam, hogy hát itt még nagy lukak vannak, még azért ez egy új történet, nincs felépítve sok szinten. És hát az első konferencián való találkozás az országok képviselőivel, a témáknak az előadóival kapcsán, én igazából akkor is azt közelítettem meg, hogy igen, fontos, ébredjünk föl mindenki ilyen, tehát a hagyományos sportok, tradicionális sportok ébredjenek föl, hogy hopp, a digitális világ az már meglódult, itt van, foglalkoznunk kell, az e-sport világ pedig, ha sportnak hívja magát, akkor legyen szíves a sportnak azokat az elemeit, nem magában a játékban, hanem a művelésben, a környezetben, picit közelítsen abba az irányba, ami a sportokhoz tartozik. És akkor itt ugye sport szakmai oldalról beszélünk. Igen. Tehát ha jól emlékszem, és ez egy nagyon jó megfogalmazott mondat volt tőled, amikor így kérdeztem, hogy mire gondolsz pontosan akkor, hogy az e-sport mit tanulhat a tradicionális sportoktól, akkor mondtad, hogy azért ugye a tradicionális sportok világa azért több száz éve működik, sőt, ugye ha az olimpiákat nézzük, akkor több ezer éve működik, de hogy vannak dolgok, amik viszont tényleg több száz éve ki vannak találva. Azokat ugye nem kell újra kitalálni. Hát, például egy szakszövetség, hogy épüljön fel, egy bajnokság, hogyan bonyolódjon le, milyen
milyen ilyen státuszok legyenek, mondjuk, mint igazolt játékos, milyen jogi keretrendszer legyen az egész köré, erre gondolok. Én úgy mondanám, hogy komplexen. Tehát most egy picit szárazabb szakmai választ adnék, de egyszerűen azért, mert a dolgok így működnek ilyen. Mindegy, hogy e-sport vagy tradicionális sport, minden dolog, amit csinálunk üzleti életben, sportéletben, négy fő területből áll. Áll a szakmából, esetben a sport vagy e-sport. Állnak a pénzügyi részéből, pénzügyi gazdaság, áll a jogi környezetből és a marketing kommunikáció. Ez a négy dolog alkot mindent. Aki ezt, ennek a négy dolognak a különböző illeszkedését, rendszerét, működését ismeri, azt tud működtetni egy hazai szervezetet, egy hazai kisvállalkozást, egy hazai nagyvállalkozást, természetesen a különböző szinteknek a mély szakmai tudásával, akár egy európai rendszert, vagy egy világszövetségi, tehát egy világszövetséget. És ez, mindenhol ezeket az alapokat kell megnézni, hogy ezek hogyan igazodnak, és erre mondtam azt, hogy ez már ki van találva. Egy ugyanilyen alapokkal felépülő gazdasági környezetben működik a sportpiac is. Tehát ne felejtsük el, a tradicionális sportoknak a versenysportja az egy sportpiac. A szabadidő is egy sportpiac, de a szabadidő önmagában mindenki azért csinálja, mert azt éppen szereti, valamihez vonzódik, tetszik neki, élményt nyújt, csinálja. A versenysportban a sportolói teljesítmény miatt, hát kimegyek azokat a szupersportolókat, megnézem, annak a versenyeit, legyen az csapatsport, egyéni sport, és ott az ott megjelen sportoknak a teljesítménye és magát a versengés ad nekem egy élményt. Ugyanez az e-sportban, digitális sportban, ugyanúgy ez megvan, csak egy más környezetben, egy más típusú versengésben, és erre mondtam azt, hogy ha valami sportnak hívunk, akkor annak legyenek meg a sporthoz kötődő jelzet, de, itt ugye egy nagyon nagy felkiáltóját is egy de, az e-sport, digitális sportnak a sajátját, azt az élménytartalmat, amit a játékok és annak a szervezése, lebonyolítása, minden eleme, amit jellemzően nagyon elkülönül a tradicionális sport, tehát meg kell őriznie. Ez az a nagyon komoly választóvíz és határvonal, ami miatt a két dolog ilyen értelemben nem mosható össze. Egy picit ugrálunk, mert most egy szárazabb téma volt, ahogy fölvezette, szerintem nem, mert nagyon fontos, én ezt egy ilyen tök jó ismeretterjesztő szakmai beszélgetésnek szánom, de hogy sokszor kimondtuk már, de még nem tettük tisztába, hogy e-sport, digitális sport. Aki nézte a Tipmix Pro Magyar Esport Fesztivált, ahol ugye mi először találkoztunk, ott egy pár mondat erejéig, egy sokkal rövidebb beszélgetés keretein belül kitértünk erre, de én nagyon szeretném, hogyha ezt most megismételnénk, mert segítesz rendet tenni, hogy mi a különbség a digitális sport és az e-sport között. És a hagyomány, a tradicionális sportoknak a VR eszközökkel való segítése. Igen. Ez a harmadik csomagot. Igen. Az e-sport ugye, hát alapvetően ugye meghatározza az, hogy az a környezet, a tér és az eszköz, amin a játékot játszák, ugye ez meghatározó, ez nagyon szétválaszt a kettőt, ugye az e-sport, most már úgy mondanám, hogy hagyományosan PC-kre, Xbox-ra, konzolokra, mobilra, tabletre, laptopra épül, és ezeken lehet játszani. Ebben az értelemben véve ez determinálja. Ennek van még egy speciális ága, ugye a szimulátorsportok, aminél szintén ugye tehát egy labdarúgás, tehát a FIFA ugyanezeken az eszközökön zajlik, de már az autósportok, a technikai sportok, azok bizony már leválhatnak, ott már kapcsolhatnak ezek a számítógépes rendszerekhez azok a hardware eszközök, amik már szimulálják magát a versenyzést, tehát ülőszékekkel, motorokkal, jetskivel, repülőszobával, tehát az már egy lehet komplexebb is. De ez még mindig ebbe a környezetben marad. Jön a digitális sport. A digitális sport az az új sport, ami gyakorlatilag a VR eszköz alkalmazásával, mozgással valósul meg, és egy olyan virtuális környezetben, egy olyan virtuális valóság környezetben, ami egy teljesen új élményt nyújt mindazok számára, aki ezt kipróbálja. Viszont a mozgással, tehát a mozgással, a pontokkal ott is lehet teljesítményt mérni, teljesítményeket elérni, és meg vagyok győződve róla, és nagy összegben merném fogadni, hogy 4-5 éven belül ebből már nagyon komoly versenyek fognak lenni, akár hazánkban, akár nemzetközi szinten. Egyszerűen azért, mert egy olyan élményanyagot tud nyújtani, amelyből
már csak az a rendszer hiányzik mögül, amiként természetesen szerveződik és zajlik annak a szervezése, hogy oké, akkor itt is, mint az e-sportnál lesz egy tömeg, akkor ebből akkor egy kvalifikációs rendszerbe, na melyik az a játék, amit nagyon sokan szeretnek, nagyon sokan művelnek, mi az, ami ebből versenyszerűen és szervezhető, és a versenyszervezések alapján fogja megadni ennek pont ugyanúgy, mint az e-sportban, vagy a tradicionális e-sportban, az a kvalifikációs kimeneti rendszer, ahol pontokat, eredményeket lehet elérni, és utána lehet menni majd Európa. Tehát erre mondtam azt, hogy föl van találva a rendszer, igen. Lehet majd elmenni a Európa-bajnokságra, a világbajnokságra, lehet magyar bajnoknak lenni, valamilyen válogatottnak lenni, tehát itt megint visszaköszön ugyanazok azok az elemek ebben a világban, amit a tradicionális sportban, amiről beszéltünk, hogy hát föl van építve a világ. Persze, hát mi a fenének kéne újat kitalálni, ez jól működik, ezt a közönség ismeri, ezt el tudja fogadni, ennek tud szurkolni, mondta múltkor beszélgetés, hogy a teljesítmény mindenki elfogadja, tehát ha már ez, utána már csak az a kérdés, hogy ezt hogyan mutatom be. Ha igen. Csak azt látom, hogy a fejükön rohangászó, mozgó emberek vannak egy térben, és utána egy másik ablakban látom azt, hogy ő mit lát, hát az nem annyira nézőbarát. De azt úgy tudom ezt bemutatni, hogy a magát a sportolót már egy beszkennelt formában tudom, mint versenyzőt bemutatni, és utána váltogatom azt a képet, amit ő lát meg, amit ő éppen csinál, avval a mozgássorral, ami legyen bármi, egy küzdés, egy mászás, egy technika, tehát egy golyók elől el, tehát maga a játéknak a lényege, vagy akár egy ilyen akciós célba lövős rendszer, amit például mi is kipróbáltunk, onnantól kezdve az már egy élményt nyújt. Annak is, aki ezt műveli, de utána annak is, aki ezt látja. Igen, mert ugye új dologról van szó, az új dolog az ismeretlen, és hogyha nem tudjuk például a szabályokat, a környezetet, akkor lehet, hogy tényleg úgy nézünk rá, hogy hát nem tudom, mi a franc ez, de ha megfelelően van tálalva, ahogy mondod, akkor én is úgy gondolom, hogy azért szélesebb közönséghez is könnyebben el tud jutni, sőt, az a közönség még netalántán élvezni is fogja azt, amit lát. Pont az előző erős koronás időszak alatt gondolkoztam azon, hogy ugye normális, tradicionális sportrendezvények egészségügyi okok miatt nem voltak. Viszont ment föl azért az e-sport nézettség. Mert nem volt más tartalom. Nem volt más tartalom, de pont arra gondoltam, hogy itt a remek lehetőség arra, hogy aki bátor nézői oldalról, és megismerkedik egy játék szabályaival, hogy átlássa egy picit, akkor valószínűleg tud majd neki egy olyan élményt nyújtani, hogyha belemerül, mintha tradicionális sportot nézne. Egyetértek, és a múltkori beszélgetéshez visszanyúlnék, hogy igazából azt kell szépen esetlen elfogadnunk, hogy ezek az új sportok, ezek kibővítik a kínálatot. És természetesen mindenki meg fogja keresni és találni benne azt ami az számára a legmegfelelőbb, ugye, és amit a legjobban tud élvezni, támogatni, aminek a legjobb, akinek a legjobban tud például szurkolni, úgy is, hogy akár saját maga kipróbálja, vagy anélkül. Ugye ez az, amiről beszéltünk, hogy tálalás fogja eldönteni, hogy mi az, amit úgy tálalok, hogy az igen a számomnak élményt nyújt, és akkor az nekem az fontos, és azt meg fogom nézni, és mi az, ami esetleg nem. Viszont az nagyon tetszett, és itt egy mondattal visszakanyarodnék a kicsit a száraz szakmai háttérhez, hogy például a digitális sportnál Molnár Attiláig csinálják ezt a LinkUp-al egy nagyon, nagyon tudatos, nagyon profi fejlesztéssel, ahol nagyon tetszik az a hozzáállás, tehát az a szakmai hozzáállás, hogy felmérik. Tehát nem arról szól, hogy most akkor puf, akkor belökjük, aztán majd lesz. Nem. Megvizsgálják az alanyt, hogy mire képes, alkalmas-e, hogyan reagál rá, folyamatosan figyelik, nyomon követik, hogy mert aki még nem próbálta ki ezt az eszközt, azt próbálja ki azonnal, de egy olyan új élményt ad, és egy olyan új teret, ami gyakorlatilag ezen kívül máshol nem tud megtapasztalni. És ennek vannak, tehát van, aki nagyon jól veszi azonnal, és van, akinek idő kell, míg ez hozzászokik. Na most
mindez azért fontos, mert azért a világ fejlődik, és egyet ne felejtsünk el, hogy az elektronikai rész, a digitális részben nagyon erőteljes az üzleti alap és az üzleti motiváltság, ami nem gond, mert egyébként ha belegondolunk, én próbálom a tradicionális kollégákkal is megvitatni, meg visszanyúlni a történelembe, hogy gyerekek, amikor nem volt snowboard, a snowboard is gyakorlatilag egy hobbiból indult, utána rákapott egy gyártó, vagy a szörf, az pont ugyanez a történet, rákaptak a gyártók, és utána tömegesítették, és a tömegesből utána lettek a kvalifikációs versenyek, és ma már olimpiai sportággá tudott avanzsálni. De mondható ugyanezt a jetskire, számos más dologra, a görkorcsolyára, gördeszkára, tehát nagyon-nagyon sok dologra, amit ma már elfogadunk, hogy hű, hát ezek ma már versenysportok. Frisbee. Ki gondolná, hogy ma már Európa-bajnokság van az Ultimate Frisbee-ből, és egy komoly csapatsport. Tehát ezeket csak azért mondom példaként, hogy elfutott a világ, és az, hogy igen, hát az üzlet az saját maga céljai kapcsán jó ötletre vetődik, és a jó ötlet kapcsán ugye elkezdi tömegesen értékesíteni a terméket, ez most jelen esetben az e-sport vagy a digitális sport termékei, és utána annak a fogyasztása, annak a használata, és utána jönnek azok a szakmailag felkészült, nagyon tudatos emberek, akik már, ahogy mondtam, a sport kereteibe csomagolják, és ebből versenyeket tudnak, és sportokat, és ezáltal a tömegeknek egy másfajta új élmény. Tehát nem csak az lesz élmény, hogy kipróbáltam valamit, hanem az, hogy hű, a fene egyen meg, ezt én kipróbáltam, de olyan szinten nem tudom, mint ő, és nézzük csak, hogy mit csinál. És ő, fú, azt a mindent, hogy Európa bajnok, világbajnok. És akkor itt megint visszatérhetünk az e-sportra, meg a digitális sportra, és a tradicionális sportokról nem beszélek, hiszen azok már, hogy mondtuk, az már az adott, van, és már kivan találva. Igen, a Molnár Attilára csak annyit visszaugranék, hogy aki nem látta mondjuk az e-sport feszten a vele készült beszélgetést, meg azt a kis programot, az nézze meg, ugye ő a LinkUp VR-t viszi. És a Hunes-en belül, ő a Hunes-nek a VR szakág vezetője, ez csak igen. Azért... És hogy ugye ott konkrétan edzések vannak, srácok. Kérdeztem is Attilát, hogy hogyan néz ki az, amikor valaki ismerkedik az eszközzel, és mondta, hogy a legelső óra az konkrétan kvázi egy ilyen fizikai felmérő, meg betonítás, és majd utána, amit te is mondtál, utána kezdik el szép lassan kideríteni, hogy ő fizikailag mit bír. Mert itt nem arról van szó, amivel szerintem az egész VR indult, hogy vannak meglévő játékok, majd, bocsánat a kifejezésért, parasztvakítás címszóval így valahogy bele szuszakoljuk. Hát egy rossz adaptáció volt, egy igen, nagyon igen. Gyenge rossz adaptáció volt. Hanem amit te mondasz, hogy ez a digitális sportrész, és ezt talán úgy tudnám most a nézőknek nagyon érthetően megfogalmazni, hogy ezek olyan játékok, amelyek már direkt ebbe a környezetbe lettek kitalálva, és nagyon hangsúlyos része a digitális sportnak a megfelelő reflex, testmozgás, erőllét, stb. És nagyon tanulságos és mókás dolog volt nézni a műsorvezetőtársamat Rékát, és az aznapi vendégünket, Blight, Twitch streamert. Mind a ketten jó kondiba vannak, de ugye Attiláék elkezdtek velük edzeni egy ilyen boxoló programban. Igen. Szakadt róluk a víz, igen. Nagyon élvezték, igen. De azt mondták, hogy negyed óra után már azért kellett kapkodni hát a levegőt. Igen, tehát ez a lényeg a történetnek, hogy itt ugye megjelenik az a sáv, ami ötvözi a digitális eszközöket, de közben becsatolja az alanynak, a játékosnak, a sportonak az aktív mozgását. És nagyon fontos az, hogy a két rendszer közötti, tehát a halmaz közötti különbség, tehát az e-sport kapcsán ott is van bizonyos időhatár, amíg azt lehet csinálni, mert az ember szellemileg kifárad, tehát a rossz igen. Példát hagy mondjak, ugye mondtam, Imperium Galactica bele tud az ember szerelmesedni, és amikor elkezdtem este 10-kor és hajnal 2-kor a feleségem szólt, hogy abba kéne hagyni, akkor rájöttem, hogy te jó Isten, hajnal 2 óra van. Tehát beragadtam 4 órát, és még úgy éreztem, hogy még van bennem, de abba kellett hagyni. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy ott a
a fizikai korlát nem jelent meg, csak a mentális korlát, és az igen. kitolható időben. Természetesen egy versenyszituáció, meg egy versenykörnyezet azért biztos vagyok benne, hogy még jobban megterhelő, tehát ott az is lecsökken ebben az esetben. A fizikai ez egyszerűen elképzelhetetlen, egyszerűen azért, mert a testnek, tehát a teljesítő képességünknek vannak korlátai, mindegy, hogy digitális sport vagy tradicionális sport, ez ami meghatározó, és ott már ennél nem tudsz tovább teljesíteni, egyszerűen azért, mert nem kapsz levegőt, elájulsz, rosszul leszel, tehát fejeddel, tehát a VR eszközzel a fejeddel meg a kezedbe fogsz rosszul lenni. Na, ugye ez nem cél. Tehát pont az a lényeg, hogy itt már azért a fizikai aktivitásnak ott kell lenni. És ugye pont ezért sport, mert ebből már az aktivitás, fizikai aktivitással társítva már lehet egy olyan speciális sportokat, mozgássportokat megvalósítani, ami ugye egy virtuális környezetben valósul meg, és a legfontosabb, hogy nem ütközik a tradicionális sportokban, mert nem tradicionális sportoknak a tartalma jelenik meg, hanem újak, és újak fognak megjelenni. Jaj, de jó, hogy ezt mondod, mert pont arra akartam rákérdezni, hogy ugye te konkrétan ebben, ahogy fogalmaztál, a két halmaz közepén vagy szerintem, a meccéspontban. Tehát ismered a tradicionális sportok képviselőit, vezetőit, szövetségi elnökeit, mindenkit, ismered az e-sport részleget, ott van középen a digitális sport, hogy néznek ők egymásra jelen pillanatban? Milyen szemmel tekintenek a másiknak a térnyerésére, munkásságára, módszereire? Többet tudok a tradicionális sportról, kevesebbet, és csak a Humes és ennek a csoportnak, a szakmai csoportnak a való együttműködés és eseményei, rendezvényei kapcsán tudtam belemérni az e-sportnak a művelői közé, és annak a közeghez. Jellemzően azért ér el, mert az e-sport alapvetően egy szórakoztatásból indult ki, játékból indult ki. Az, hogy ez most már versenybe és versenyrendszerbe és szervezeti formában van szervezve, az már az 2017 óta, ahogy mióta én kapcsolatban állok a UNESZ-szel és a különböző eseményekkel, rendezvényekkel, versenyekkel, MNB-vel, stb., azt látom, hogy szép lassan, fokozatosan próbálja a UNESZ is, és próbálja maga az e-sport környezet beterelni az embereknek azt a részét, aki alkalmas, egy képes vagy akar ebbe az irányba elmenni, és itt meg fog tudni jelenni majd egy kvalifikációs versenyrendszer, és akkor ott már ebben az értelemben ugye két halmaz fog létrejönni, az open, tehát azok, akik a szabadidő jelleggel, illetve hobbiszerűen vagy alkalomszerűen csinálják, és azok, akik ezt kvázi szintén versenyszerűen csinálják, és ez már ugye akkor itt az alapszint mellett ugye az európai, illetve a nemzetközi szinten is erre rá kell épülni, mert ez a kimeneti motivációs rendszer. Itt még az e-sport területén nagyon sok mindent meg kell érteni, főleg azt, hogy muszáj, aki versenyszerűen akarja ezt csinálni, annak muszáj ezeket a versenyhez kötődő szabályrendszereket azért elfogadni, mert egyébként nincs más. Vagy visszaugrok egy picit, most vonatkoztassunk el, hogy tradicionális az én sportomhoz, ami focihoz, amit Magyarországon alapítottam, a társaimmal együtt, és azt irányítottam sok éven keresztül. Ott volt a 2007-ben tettem föl a alapítás után a társaknak a kérdést, hogy akkor most szabadidősport maradunk, vagy versenysport leszünk. Ha szabadidősport, akkor nem kell foglalkoznunk a szabályokkal, akkor kitaláljuk, hogy milyen játék lesz, összejövünk, játszunk, ahogy akarunk, aztán hurrá, kész. Ha versenysport, hát akkor viszont el kell fogadnunk, hogy van a sportággal vonatkozó nemzetközi szabályrendszer, van a hazai sportjogi környezet, és egyébként minden más szabályrendszer, ami a működésre csatolódik, tehát pénzügyi, gazdasági, jogi kiskutyafüle. Na most, ha ezt akarjuk, akkor ez lesz. Dönthetünk a szabadidősport mellett, hogy mi csak játszani akarunk, és akkor ez lesz, de akkor ne csodálkozunk azon, hogyha lesz egy embercsoport Magyarországon, azt mondja, viszont én ezt akarom csinálni, és ennek a jogi környezetnek meg akarok felelni, akkor ő lesz a versenysportszövetség.
úgy döntöttünk, hogy ezt sportákként csináljuk. De ez még mindig a hagyományos és a tradicionális sportok vonulatában van. Ugye itt jön a óriási különbség, hogy az e-sportnál ezt nem lehet kijelenteni, mert erre vonatkozóan még jogi szabályzás nem létezik. Igen. Nem adaptálható egy az egyben. Egyszerűen azért, mert más az indítatása, más az egész működésének a rendszere, tehát ami a tradicionális sportokra, és ott sem mindenre igaz, és rá van húzva, az az e-sportra, a digitális sportban meg nem igaz. Tehát ennek a jogi képítése szerintem a fejlődéssel, tehát ennek a fejlődésével párhuzamosan meg fog valósulni, és rendbe fogja tenni. Jól értem akkor, ugye, hogy tehát világszinten is annyira új még az e-sport és digitális sportrendszer, hogy hiába akarsz most igazodni valami nemzetközi, nem tudom, alapokhoz, szervezetekhez, bármi, még azok is formálódnak, és így igazából nincsenek. Tehát, hogy ezt a világnak kvázi közösen egyszerre kéne most kitalálnia. Igen, a világszövetség, az ISF létezik már 10 éve. Az érződik és látszódik, nem kell nagy tudósnak lenni, csak egyszerű hasonlításokat kell tenni, hogy meg lehet nézni egy tradicionális sportágnak a világszövetségi oldaltartalmát és az ISF oldaltartalmát, és nem a játékokat kell, hanem az, hogy a rendszer szintű működés, a felépítés, miket tartalmaz, hogy néz ki, hogy épül föl. Látszik, hogy az ISF ezeket még most építi és kezdi összerakni. De, és ezt is ki kell mondani, hogy hát mellette van, meg volt több olyan szerveződés, ami szintén hasonló világszövetség címkével látta el magát. Na most mi ebben a lényeg? Az, hogy ennek az üzleti alap, tehát az üzleti világ adta az alapját, ahol a kiadók különböző játékok saját érdekű kapcsán jó nagy pénzt visszanyomva a rendszerbe, meghirdettek óriási versenyeket, komoly pénzekkel, és ebben tömeget tudtak megmozgatni, és ugye ebbe megkapta az e-sport, mint e-sport címkét. Ugye jöttek azok az emberek, vele jött a hazaiakat, a nemzetközieket, azok a lelkes emberek, akik ebből tényleg sportot akarnak csinálni, viszont ugye nagyon sok esetben, akik elindították, azoknak nem volt hagyományos sporttal kapcsolatos tapasztalatuk. Szövetségi vezetői tapasztalatuk, az viszont kell. Ugyanis, ha én szövetségi vezető vagyok, már pedig az vagyok, és az is voltam, meg vagyok, már nekem nem okoz gondot azt mondani, hogy e-sport. Oké, ez a tartalom. Milyen feltételrendszer kell? Ez így sorozatba végig lehet rakni. Mi az, ami illeszkedik ehhez, mi az, ami nem illeszkedik ehhez? Hogyan tudom adaptálni? Tehát be lehet rakni azt a környezetet. Igen, ezeket meg kell csinálni, meg kell teremteni. Nagyon nagy munka az, hogy most szinkronba kell az európai, meg a világszövetségen is ezekkel a dolgokról is foglalkozni, és együttműködni, és kommunikálni, és közben pedig jól berakni az e-sportot a saját helyére. Anélkül, hogy annak a lényege, a tartalma, az élvezeti értéke elveszne. Már ha az elveszik, akkor nem szabad ilyet csinálni. Ezért mondtam, hogy nem lehet az e-sporttal kapcsolatos jogi szabályozást egy az egybe a meglévő magyar törvényekre, tehát a sportjogi törvényekkel adaptálni, egyszerűen azért, mert az nem arra készült. Uh-huh. Az a hagyományos, tradicionális sportokra készült, a olimpiai, nem olimpiai, diákolimpiai, fogyatékos sportokra, stb. Ez e tekintetben egy olyan új világ, egy olyan óriási nagy új szegmens, amit ugyanezek a csoportok egyébként már most is használnak. Hát gyakorlatilag a vicc az egészben az, hogy bármelyik csoportról beszélnek, bármelyik halmazról beszélnek a tradicionális sportban, mindenhonnan van ember, sportoló, játékos, edző, aki ugyanezeket a játékokat, eszközöket használja. Igen. De nem lesz belőlük e-sportoló, de használja. Viszont amikor arról van szó, hogy visszatérve a másik, most értem át a másik oldalra, az elfogadtatás. A másik, a tradicionális sportoknak az elfogadtatása, az sok szinten kell zajljon. Itt az együttműködéseknek például sikerült ugye a UNESZ-nak és a MNASZ-nek, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnek a Olá Gyárfással és a Bíró Balázssal összehozni egy olyan közös csomagot, amellyel megvalósult ugye először Magyarországon egy hivatalos sportszövetség és a UNESZ, tehát egy e-sport szövetség együttműködésében egy ilyen hibrid bajnokság, uh-huh. szimulátor bajnokság. Igen. Na most
Miért fontos ez? Azért, mert gyakorlatilag ez már ezen a szinten ennek az elfogadását jelenti, Magyar Autósport Szövetségnél biztosan. És hát mondhatom a többi szövetséget, akiket ugye most szerveztünk 29 nemzeti versenysport szövetséggel, szerveztünk az Oktatás Bizottsággal egy digitális sport konferenciát, bemutatót, eszközpipobálásra. Azon résztvevő sportágok biztos, hogy már nyitottak és elfogadják ezt az egészet, ennek a létezését, ennek a tartalmát, egyszer azért, mert ha nem, akkor nem jöttek volna el. De nyilván érdekelte őket ez a történet, és olyan plusz információkat kaptak, amit máshol nem tudtak megszerezni, így ők is nyitnak az e-sport felé, és bocsánat, nagyon fontos, mert a tradicionális sportokon belüli vezető szakembereknek az elfogadása azért fontos, mert eddig csak legyintés volt, vagy játék. Most már nem legyintés, most már arról van szó, hogy mi ez, beszéljünk róla. Hogy eszköz, kiegészítés, segítség a tréninghez. Hogy tudjuk alkalmazni a mi sportunkba, és ez mennyire tudja segíteni a sportunkat? Hogyha elmondanád a lövészes példát, az szerintem nagyon tanulságos, csak hogy mire kell gondolni az alatt, amikor mondjuk eljönnek a konferenciára, de azért egy kicsit így fogják az állukat, és így bólogatnak, hogy jó, de azért nekünk ez miért lenne jó, majd olyan demót mutattok nekik, amire így... Hát csak nézni tudnak, hogy hát ez nagyon szuper, ezt mi tudjuk használni a tradicionális sportra való felkészülésünkben. Igen, hát az Oktatás Bizottságnak volt ez a konferenciája, a Molnár Attiláék közleműködésével, ők adták az eszközöket, a szoftvereket, ők tanították be, tehát kvázi ők voltak az a support, és hát nagyon tartalmas előadást is tartottak erről, természetesen ezt megelőzte a Hunesznek az előadása, tehát egy komplex képet adtunk az e-sport, digitális sporttal a tradicionális sportok képviselőinek. Úgy szerveztük direkt az előadást, hogy azon sportvezetők mellett edzők és sportolók jelenjenek meg, hogy ki tudják próbálni magát az eszközt, és magát ezzel az élménnyel meg tudjanak ismerkedni, mert ugye ez a kulcs, hát ha nem tudom, hogy ez milyen élményt kapok, akkor nehezen tudok róla véleményt alkotni. És akkor a konkrét eset az, hogy a Dinamikus Sportlövész Szövetségnek a vezetője és szakmai vezetője és sportolja eljöttek, és hát végén elmondta nekem is, meg az Enversznek által készített riportban, hogy ő ebben nem hitt. Tehát ebben az egészben nem hitt. És amikor vittünk egy olyan játékot, amelyben egy akció, tehát egy akciójáték volt, amelyben különböző szituációkban különböző célokat kellett lelőni virtuális térben, és amikor ezt kipróbálta, akkor meg heuréka, te jó Isten, ez nekünk nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon kell, mert ugye mi ugyanezt valósítjuk meg valós környezetben, csak azért nagyon drága a lőszer, meg a pálya. Tehát már maga az edzés, nem az, hogy elmenni versenyre, hát vagy megszerezni. Hát ez még egy másik köteg pénz, tehát ez... Tehát, hogy már maga az edzés, a dinamikus sportlövészetnek kell egy hatalmas tér, az se lehet bárhol, oda el kell menni, amit mondtál, lőszer, igen, a tárgyak. Igen, hát ők úgy fogalmaztak, nem vagyok a sportág szakértője, de úgy fogalmaztak, hogy ez száraz edzésnek csodálatos, nagyon jó, és ugye tudom, Attilákkal felvették a kapcsolatot, és már mennek arról a szakmai megbeszélések, hogy akkor ezt hogyan tudják a sportágba adaptálni. Tehát ez nekem egy olyan élmény volt, egy olyan szakmai élmény, amikor azt mondtam, hogy igen, meg vagyok győződve arról, hogy érdemes ezt a konferenciát és ezt az egészet nyomni a kollégák fejébe is, és felhívni a figyelmet, hogy a VR eszközök nagyon-nagyon sokat fognak segíteni a tradicionális sportnak is, de ennek nagyobb hozadéka az, amikor már az a felismerés van, hogy akkor ezt én már hogyan tudom azon adaptálni. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez a legkellemesebb élményt nyújtott a számunkra. Uh-huh. Tudom, hogy én ezen nagyon sokat szoktam rugózni, az e-sport fest alatt is sokszor felhoztam, de nem emlékszem, hogy tőled kérdeztem-e, hogy viszont ugye a tradicionális sportokban vannak olyan edzéstechnikák, meg olyan edzéskörnyezet, amit viszont szerintem a digitális sportba és az e-sportba is érdemes lenne átvenni, például a megtervezett edzések, az étrend, a sportpszichológus, mert hogy amit mondtál,
ha ülök a gép előtt, és Imperium galaktikázok, vagy League of Legends-ezek, valorantozok, csígózok, bármi, a fizikai fáradtság az valószínűleg sokkal később fog jelentkezni, viszont a mentális az brutális. És hogy ugye én azt szoktam észrevenni, akár magamon is, hogy ha nagyon koncentrálok és próbálok kompetitív lenni, akkor ha kiesem a ritmusból, az olyan, mint mikor egy teniszező. Igen. Szettet vesz. Igen. És onnan egyszerűen, mint a dominó, dől az egész, de az egyébként nem arra vonatkozik, hogy én onnantól kezdve sokkal rosszabbul teljesítek, hanem az itt dől el fejben, hogy valahol így megbotlottam agyban, és nem tudom összeszedni magam. És ehhez például olyan erős mentális alapok kellenek, amit például szerintem csak egy sportpszichológus tud egy játékosnak, vagy egy csapatnak biztosítani. Ez így van. Én azt gondolom, hogy most nagyon szépen visszakanyarodtál arra részére, amiről kezdtünk beszélni, hogy szépen, nagyon markánsan az e-sportban is, és most a digitális sportot egy picit hátrébb tenném, mert ugye ez még a kifejlődés állapotában van, de az e-sportban már markánsan ugye megjelentek, és már megvannak Magyarországon is azok a csapatok, akiknek úgymond profi csapatok. Mondhatunk pár példát, hát van. Budapest Fires, NTK, Illés Akadémia, tehát rengeteg csapat van. Na most itt már viszont alkalmaznak ilyen embereket, a legjobb tudomásom szerint, egyszer azért, mert nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani, illetve úgymond a sportoló játékos értéke, teljesítő képessége az nagyon dinamikusan le tud csökkenni, hogyha ő mentálisan megfárad, vagy esetleg egy ilyen mentális megakadás történik. Tehát ez igenis fontos, ez kell, és hál' Istennek ezek a szervezeteknél foglalkoznak ilyennel. Én itt megint azt mondtam, hogy visszatérő a kedvenc rugomhoz, igen, itt muszáj a kvalifikációs rendszerrel egy vonalat húzni, és azt mondani, hogy csinálja bárki, hurrá, ez a közösség, öröm, boldogság, játszhatok, legyen verseny, nektek is, bárki indulhat. Tehát az open rendszer. Ez a szabadidős. Hát az open rendszer. Én nem azt mondom, hogy open rendszer, ugye az openben bárki indulhat, legyen annak is díjazása természetesen a kvalifikációstól eltérő, még nagyságrenddel eltérő, kevesebb, és a kvalifikációs rendszer pedig az maga, ami ez minden tekintetben, megint fogom bennem fordulni, bocsánat, minden tekintetben pont ugyan, mint a tradíciós sport, fölkészül a versenyre, stámbal a háta mögött, és igenis az arról szól, hogy az már verseny. És akkor azt mondta, hogy ott már nagyon, tehát ha ezt megint összevetjük a kettővel, akkor azt mondom, hogy már maga csak a tartalom, amit csinálunk, azt tesz különbséget, de utána az a elvégzendő munka természetesen a különbséggel igazodik hozzá, mert az ilyen típusú tevékenységhez ilyen felkészülés kell, de, és itt jön a nagy de, itt valahol hál' Istennek van a sportot segítő hátterekben olyan szakemberek, akik nyitott szakemberek, akik a tradicionális mellett már az e-sport irányába is elmernek lépni, és tudnak ott is segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy megindult ez a folyamat, nem robbanásszerű, és nem olyan, nem lehet azt mondani, hogy most ez tömegessé válik, de megindult ez a folyamat, hogy hoppá, ide kell, tehát az igény megjelent a csapatoknál, keresünk olyat, aki érte ez, na akkor nézzük meg, és utána mi sajátos jellegi dolgainknál, na akkor milyen személyjegyzőt alkalmazunk, tehát milyen mozgásokkal, miket vezessünk le, milyen a mentális rész, az hogyan kell megfogni, na akkor ehhez milyen terápiás kezelőket, orvosokat, gyúrókat alkalmazunk. Tehát én azt gondolom, hogy az elején vagyunk, könyörgöm. Azt jelenti, hogy az egyiknek már van, ne fussunk ennyi, nem menjünk olyan nagyon régre, én azt mondom, legalább 50-60 év, az is elég. Előnye, ugye, mert itt most a fenipitat piacban gondolkodok, és nem a történelmi múltban, mert az egy más indítatású, de legalább egy 60 év, amikor azt mondom, hogy már profi versenyek, profi felépítés, profi szolgáltatás, profi háttér, tehát ez a 60 év előny megvan, ez meg egy pár éves történet, tehát igen, itt is ki fog alakulni, be fog rendeződni, hozzá fog, csak erre mondtam azt, hogy bizony, ehhez meg kellenek azok a háttér szakembercsoportok,
amiben én magam is tartozok, akik látják, tudják, hogy ez hogy működik, mik kellenek hozzá is, és szervezik. Ez az a sport, amit mondtam, hogy viselkedjünk úgy, mint egy sport, hát akkor a háttérben szervezünk, nem csak a jogban, hanem a napi életben mindent mögé rakva, és akkor azt mondjuk, hogy igen, ez mind kell. És egy nagyon fontos megjegyzés, hiszen a Covid-dal kezdtük az egész felütés ennek a történetnek. A Covid azt mutatja meg az egész világon, hogy igazából semmi nem számít. Nem számít, hogy gazdag vagy, szegény vagy, milyen vallásod van, milyen bőröd színe, kit szeretsz, kit nem szeretsz. Az mindenkire úgymúgy hat. Ha ezt elkaptad, akkor 50-50. Vagy kijössz belőle, vagy nem. Miért fontos ez? Azért, mert ez a tényszerű betegség, ami keresztül rohan a világon, az egész világ gondolkodását és a világhoz való viszonyát muszáj, hogy megváltoztassa. Egyszerűen azért, mert még nem arról van szó, hogy az influenza, hogy oké, megfáztam, elmentem az orvoshoz, fölír valamit, 2 hét kigyógyultam, béke, megyek tovább. Nincs még orvosság. Nagyon sok helyen fejlesztenek, nagyon sok helyen jó helyen járnak. Nézzük meg ennek a másik vetületét. Mit jelent az? Az, hogy megint abban a digitális világban élünk, ahol az informatikai eszközök alkalmazásával és a tudás, az emberi tudás alkalmazásával sose volt még olyan időszak, ahol párhuzamosan egyszerre 100 helyen foglalkoznak egy problémának a megoldásával. Tehát ez megint egy újfajta helyzet. Miről szól a digitális világról? Hogy a Covid egy olyan sürgető, égető problémahelyzet, amit meg kell oldani, mert egyébként a hagyományosan felépített világképünk, világszerkezetünk összeomlik, uh-huh. és utána nagy gondba kerülünk, ezt senki nem akarja, senkinek nem jó, de közben azért átalakul ez a világ. Miért is? Mert párhuzamosan ezért a digitális fejlesztések minden szektorban, minden időpillanatban zajlanak a Covid mellett. Tehát olyasmi zajlik körülöttünk, ami még soha nem volt megint csak. Ennek természetesen a legutolsó beszélgetésben nagyon tömören ott is elmondtam, hogy természetesen ennek a termékeit, a szolgáltatásait már igénybe vesszük, és elfogadjuk így egy csettintésre, okos órám van, okos gépen van, a kocsim is okos, a lakásom okos, a hűtőm, már mindenki okos, lehet, hogy én is. És a lényeg az, hogy ez mindennek a terméknek a következménye, a szolgáltatások beleértve. De ezeknek a sportban is meg kell jelenni. És ugye itt jön az, amiről beszéltem, hogy az elfogadás, az alkalmazás, a felismerés. Én azt gondolom, hogy most egy olyan útszakaszban vagyunk, és a Covid olyan sok-sok helyzetet teremt, ami a hagyományos dolgokat korlátozza, vagy lehetetlené teszi, ami miatt rákényszerül a tradicionális világ, hogy na akkor milyen utakat tudok választani, milyen eszközöket tudok választani, ahhoz, hogy fent tudjam magam tartani, mert ugye normál esetben ezek az eszközök a minőségjavítására szolgálnak. Most meg inkább azt mondanám, hogy a minőségjavítás mellett milyen helyettesítő. Inkább azt mondom, segítő, B-terv, kiút, tehát olyan menekülési pályáknak a lehetősége, amivel a sportot, a sportolókat, meg ezt az egész rendszert működésben tudom valahogy tartani, mozgásban tudom tartani. Igen, segítjük ennek az időszaknak az átvészelését, úgyhogy senki ne essen ki a ritmusból. Így van, és közben azért nem merik kimondani, de közben át fog alakulni, már most alakul és átalakul az egész világ, megváltoznak a fogyasztási szokások. Ez nem jelenti azt, hogy a régit el fogjuk dobni, csak amiről beszéltünk, ki fognak bővülni az újakkal. És ezt rossz példát mondtam a legutóbbi beszélgetésünkben, de megint csak ide tudok visszatérni, mint a televízió kínálat, hogy először volt itt Magyarországon, hát most már van 300, meg még az internet, mindenki el tudja maga dönteni, hogy mi az, ami kell. Értelemszerűen ez ugyanazt a szegmentálisan ugyanazt a csökkenést fogja hozni, mint a médiában. Ugye hát amikor még csak 2 kereskedelmi tévét, mindenki átadott 3,5 millió, 4 milliós nézettség, ami már senki nem tud produkálni, a legnagyobb sem tud, a legjobb műsorával sem tud, hiszen szegmentálódott a nézőknek a téma, tehát a televíziós csatornák iránti érdeklődése.
itt hasonló lesz. De nem gond, mert eddig sem, tehát azt sem lehet mondani, hogy oké, Magyarország vagy a világ egy olyan dinamikus, aktív versenyzői közegből, néző közegből állt, akikkel, mit tudom én, 100 000-es stadionokat lehetett megtelni. Nem is igazán tudom, hogy van-e 100 000-es stadion Európában. Néző befogadása alkalmas. Milyennek a lényege az, hogy van még ebben a piacban hely. Tehát nem, mert azokat, akiket eddig nem tudtunk megszólítani és megszólítani a tradicionális sporttal, az valószínűleg ezután sem fogjuk megtudni. De lehet, hogy a digitálissal vagy az e-sporttal már megszólítottuk, és őt meg tudjuk fogni. Uh-huh. Tehát van ennek az egésznek helye, ennek a kínálatnak. És nem kell félni attól, hogy a tradicionálistól fog elvinni. Én azt gondolom, hogy az lesz érdekes, az e-sport, a digitális sport átjárás, illetve a digitális sport és a tradicionális sport közötti átjárás. Mert az emberi élet ilyen, hogy gyakorlatilag csinálok valamit, megtetszhet egy másik történet, kipróbálom, és bármilyen oknál fogva kipróbálom, és ott megszerzem azokat az élményeket és sikereket, ami azt mondom, hogy hű, akkor ezt viszem tovább, és akkor utána abban leszek eredményes. Tehát én azt hiszem, és azt látom, és azt tudom, hogy az élet nem egy lezárt doboz, amiben berakunk mindent, és akkor az van. Nem, ez egy folyamat. Ez egy állandóan változó folyamat, amely változásban én magam is részt veszek, sőt, én magam is a pici, apró dolgaimmal, tevékenységemmel ezeket a változásokat valamilyen módon segítek, és aktuálisan benne vagyok.